mondd ki az igazságot, küzdj érte bátran, küzdj érte becsülettel. Ez a történet, ez 2 évvel ezelőtt kezdődött. Az ügyészség egy vizsgálatot végzett az önkormányzatnál a szociális segélyezés kapcsán, és ennek során derült az ki, hogy többen szerepelnek a szociális segély listán olyanok, akik egyébként a fészekrakó programban lakásvásárláshoz államilag támogatott hitelt vettek igénybe. Ezt követően indult meg a nyomozás, ugyanis a két dolog egymást kizárja, tehát hogyha valaki szociális segélyben részesül, az azt jelenti, hogy nincs munkahelye, nincs jövedelme. Ebben az esetben viszont a fészekrakó támogatása nem jogosult, hiszen oda csak munkahelye jövedelemmel rendelkező személyek pályázhattak. 2005-ben kezdődött a fészekrakó probléma Miskolcon. Ennek gyakorlatilag az volt a lényege, hogy cigány származású embereket költöztettek, vagy éppen cigány származású, vagy magyar származású különféle értékbecslők, banki alkalmazottak, önkormányzati alkalmazottak, avasi panellakásokba. Itt olyan cigány emberekről van szó, akik általában vidékről érkeztek, tehát egy falusi környezetből, és a falusi környezetnek a putri hangulatát jelenítik meg egy panel környezetben. Szeretsz az avason lakni? Hát, elmegy. Vannak problémák? Hát vannak, igen. Kikkel vannak a problémák? Hát, romákkal. És milyen problémák sokan vannak? Hát, hogy hallomásból, úgyhogy szétverik a környéket. Mondják. Én is az vagyok, de hát, mondjak. És melyik románkkal van probléma, akik már itt laknak Miskolcon, mondjuk régóta, vagy hát, akik most költöztek be? Mondjuk azok, akik most jöttek ide. És ők honnan jöttek? Hát én úgy hallottam, hogy falukból, meg nem tudom honnan. Egy 30 lakásos panelházba beköltözött átlagosan 5-6-8 ilyen fészekrakós család, és megkeseríti az ott lakók életét. Az egyetlen megoldás, ugye, és ez a mi álláspontunk és a Jobbik álláspontja is, hogy ezeket a fészekrakókat, mivel nem kompatibilisek itt a belvárosi környezettel, ezeket szépen vissza kell helyezni oda, honnan jöttek. Egyrészt azért, mert azoknak az embereknek is, akik ott élnek már évtizedek óta, joguk van a nyugodt és békés élethez. Másrészt pedig, mivel már említettem, hogy és a parlamenti interpellációban is elmondtam, hogy mik történnek ott az avason, tehát a kábítószer, a házaknak a tönkretétele, semmilyen rezsit nem fizetnek, tehát ez azt jelenti, hogy például a közös költség nem fizetése révén két lehetősége maradt a közös képviselőknek, vagy felemelik duplájára a közös költséget azoknak, akik fizetnek, vagy pedig lemondanak bizonyos közüzemekről. Tehát ez azt jelenti, hogy működik olyan ház például az avason, ahol nem működik a lift már, mert nem tudják megjavítatni, nincs rá pénz. Lépcsőházanként 2-3 millió forintos tartozást halmoztak fel. A lakóközösség képviselőjeként miket tapasztal ebben az épületben? Hát sok szomorú helyzetet. Gyakorlatilag itt mióta a fészekrakók beköltöztek, azóta a lejtőn elindult a társasház rendesen, úgy műszaki állapotban, mint anyagi helyzetében. Hát 2 évvel ezelőtt még volt 1,5 millió megtakarítása a társasháznak, de ugye mióta nem fizetik itt a 55 családból 10 család a közös költséget, azóta ez mínusz 1,5 millió, de most már legújabb adatok szerint 1,8 millió forintos, na, hogy mondják, ez mínusz van. Maga a nyomozás 2009-ben indult meg, most már a gyanúsítottak száma több százra tehető, de gyakorlatilag ítélethozatal információim szerint egy esetben született, akkor egy értékbecslőt ítéltek el felfüggesztett börtönbüntetésre. Felfüggesztett szabadságvesztés szabott ki a bíróság egy olyan ügyben, ahol gyakorlatilag a nagy ügytől elkülönülten, tehát nem azokhoz kapcsolódó szervezői körrel összefüggésben 4 személyt vádolt meg az ügyészség. Itt a lakás eladója, a lakás vevője, illetőleg a közvetítő személyek voltak a vádlottak. Végül is a közvetítő személy volt az, aki felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kapott, illetve több millió forintos vagyonelkobzást is kiszabott vele szemben a bíróság. A felfüggesztett az milyen időtartamra szól? Az 4 éves időtartamra szól, tehát azt hiszem, hogy 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabtak ki 4 éves időtartamra felfüggesztve. Az önkormányzat segített valahogy önöknek?
Hát még nem segített senki konkrétan. Annyi, hogy ugye a 10/2-ben volt egy jogcím nélküli lakásbitorlás, és onnan a kilakoltatás megtörtént 2 hete. Az le van zárva az a lakás, tehát ez már egy könnyebbség, mert ott abban a lakásban sokszor 20-30 ember is összegyűlt, és elég nagy zajjal és felfordulással voltak. Sokan megkérdezték tőlem azóta, hogy ez valós történet volt, ez a disznóvágás az 5-en. Igen, ez valós történet volt, én láttam róla, még nem csak elmondások alapján tudom, láttam róla fényképeket is, ugyanis a sertést a ház előtt megperzselték, és utána visszavitték a 5. emeletre. Ugye az elsődleges az volt, hogy aki ezt a fészekrakot kitalálta és ide telepítette őket, akkor oldja meg ezt a problémát. De ne csak a cigányokat fogja bele, elnézést, már hadd szóljak már egy pár mondatot, hogy ne csak a cigányokkal legyenek már, így elnézést kérek, maga kívül, ez az öreg asszony is maga mellett olyan szemtelen, hogy leköpköd minket az úton, hogy jöjjünk lefele, ne hiába cigányok vagyunk mi, cigányok vagyunk, mert kijelentem, hogy cigányok vagyunk, csak nem mindegyik egyforma, nem mindegyeket vegyen kalap alá. Van olyan magyar, hogy putrisabb, mint a cigány. Úgyhogy le a kalappal. Elnézést. Én fészeklakókról beszéltem, nem cigány. Épp azért, hogy fészeklakóra vettem én is a házat. Jó. Én is a fészeklakóra, de nem mindegyik cigányt vegyék bele. És még ezt a másik asszonyt is meg fogom verni. Mert ez csúcs, amit csinál. Legyőjünk a bérházból, nem is koszolok, nem hányok széjjel semmit, mert tiszta vagyok, hiába cigán vagyok, kitakarítom a lakásomat. Kiszellőztetek. Nem mindegyiket cigányt vegyen bele ebbe. Meg ezzel a vénasszony is most nem mer kijönni ide. Vernék neki olyan képest, hogy leszopná magát. Na jó, így nem beszélünk. Biztosan. Mert már ez csúcs, amit csinálnak a cigányokkal. Ez fertelen. Ugyanolyan népek vagyunk, mint maguk. És mink az biztos, hogy el vagyunk a magyarok túl telepítve. És köszönjük a buramezőt. El vagyunk te, így van. Gyere. Hát így élünk. Ezek a fenyegetések mindennaposak? Hát engem nem fenyegetnek személy szerint. Tudni kell róluk, hogy szerencsére a szájuk nagyobb, mint a cselekedetük. Ez az a bizonyos lakást, amit a hatósági osztály lezárt. Tehát itt önkéntes lakásfoglalók laktak. Az a története, hogy itt vagy 2 évvel ezelőtt egy prostituált lakott, akinek a gyermekei 2 gyereke állami gondozásba lett véve, és akkor kivitték Svájcba, ott futtatták, és ahogy hallottuk, a stície megfojtotta. És azóta sincs hajatéki tárgyalás, és akkor az egyik volt élettársa, azt követően ismeretlen személyeknek kiadta a lakást, mit tudom, 20-30-40 ezer forintért. És ezek itt szabadon éltek, ugye nem fizettek semmit, és akkor utóbbi időben már annyira elharapódzott, hogy itt állandóan ment a mulatozás. Volt, hogy egy nap 3-szor is ki kellett hívni a rendőrséget. Mindig elvittek valakit, másnap kiengedték. És a utóbbi időben már a hatósági osztályt felszólva, és hát megkértük, hogy ők is járjanak el. És erre való tekintettel, hogy nem a eredeti jogcím szerinti tulajdonos, illetve annak a örököse, mivel mondtam, hogy a gyerekek állami gondozásban vannak, hogy nem ők laknak, itt ki lettek lakoltatva és le lett zárva. És hozzátartozik az is, hogy ezen a lakáson a földhivatali bejegyzés szerint 9,8 millió forint teher van. Hányan laktak ebben a lakásban? Hát volt, amikor 30-40, szóval ez ellenőrizhetetlen volt. Tehát jöttek, mentek magyarul. Hát amikor ugye itt megtörtént, akkor víz alá állt az egész lakás, amikor elköltöztek innen ezek a jogcím nélküliek, akkor 2-szer tele volt bogárral, ételmaradékkal, ilyen használt női fehérneművel, szétszakított matracokkal. Akkor le lehet bennéznék, mondjuk én sem mentem be, akkor a tapéta le van szaggatva, és tele volt bogárral. Akkor 2-szer vagy 3-szor lefújták, és azóta ígéretet kaptunk a önkormányzati képviselőtől, hogy saját keretéből a Miskolci Városgazda KHT-val fel lesz újítva majd a lakást, tehát mielőtt majd árverezésre kerül, vagy nem tudom, mi lesz a sorsa. Tehát. És kikkel van a probléma? A tőzsgyökeres miskolci cigányokkal, vagy pedig a betelepülőkkel?
Hát a betelepülőkkel, fészekrakókkal elsősorban, akiket annó ide költöztette, az a vasra az régebbi cigánk, ők már úgy valamilyen szinten normálisabbak. Kimondottam, a magyarok utálják itt az avason a cigányokat a fészekrakó miatt. Akik ide bevándorolt, aki én itt nőttem fel 20 éven keresztül, érted? Hogy ennyi a véleményem. Akik meg itt laknak, romák, akik beköltöztek a fészekrakóba, szeretném örülnék neki, ha visszakerülnének oda, ahova kerültek. Vagyis ahonnan jönnek. Sok. Mikor megkapják a pénzeket, isznak, mulatnak, randaríroznak, dobálnak szemeteket, meg ilyeneket, ennyi. És megkeserítik a ti életeteket is? Ezzel kapcsolatosan igen. Igen. Igen, sajnos. És ti tudtak tenni ez ellen valamit? Nem. Senki. Senki nem segít? Ki segít? Nem tud segíteni senki.